Biztosan emlékeznek, hogy ebben az évben két szívszorító történettel is megismerkedhettünk. Varga Viki és Banya Ricsi története is könnyeket csalt a szemünkbe. A beteg gyermekek közül Viki egy 2019 tavaszán diagnosztizált autoimmun érgyulladásból eredő érszűkülettel is, a betegség okozta beszéd és mozgásképtelenséggel küzd. Míg Ricsi születésénél vélhetően oxigénhiány lépett fel, és a kisfiú kortársaitól eltérően fejlődött. Súlyos izomtónus eloszlási zavarban szenved, melyben csak minimális mozgása is kommunikációra képes, ami érzelmi állapotának kinyilvánításában kiismerül a legtöbb esetben. A két család az elmúlt hónapokban is mindent megtett azért, hogy gyermekeiknek a lehető legjobb körülményeket nyújtsák. Vikiéknél elkészült a felajánlott fürdőszoba, Ricsi pedig átesett egy komoly műtéten Spanyolországban. Mindezek nem történhettek volna meg, ha nincsenek a jászberényi jótékonykodók, akik gyűjtéseket szerveztek, hogy segítsék a családok életét. Hozd a lábad! Hozd a lábad, lábad! Úgy? Húzd, és tartsuk meg magunkat! Szuper vagy! Banya Ricsike a nyári műtét után folyamatosan fejlődik, gyógytornász és a szülők is foglalkoznak vele. A kisfiú legtöbbször jókedvűen viseli a tornát, bár mindig küzdenie kell a mozdulatokért. Vigyük előre kezünket, úgy, toljad magad! Szuper vagy! Azaz! Hogy most kell-e még műteni, vagy nem, nagyon reméljük, hogy elég volt, hogy ő azt látja, hogy ezzel már fogunk tudni tovább jutni, mert mondom, most is vannak változásaink, igaz? Meg minden kicsinek örülünk. Így volt ez a napokban is, amikor a jászberényi jótékonykodó csoport és a jászberényi Fidesz frakció is hozott egy-egy karácsonyi meglepetést a családnak, kiknek életét egész évben végigkövették és segítették. Ez így van, nyomon követjük, és heti szinten próbáljuk tartani a kapcsolatot a szülőkkel, legfőképpen az anyukával, és így a karácsony a szeretet ünnepén szerettünk volna egy kicsit kedveskedni a családnak, legfőképpen a gyerekeknek, hogy boldog karácsonyuk legyen ezzel az aprócska kis ajándékkal, és amit a jászberényi jótékonykodók alapító tagjai, Béres Kriszti és én magam, illetve a Játékok Háza jászberény támogatásával tudtuk átadni ezt az ajándékot. És ez pedig mi meg a Fidesz frakció nevében szeretnénk átadni nektek. Nagyon szépen, köszönöm. Ez már a következő helyszín, ahol Viki és édesanyja együtt fogadták a jó kívánságokat és a karácsonyi meglepetéseket vendégeiktől. Volt, ami azonnal megtetszett Vikinek, így egy kis örömet hozva a küzdelmes hétköznapokban. Nagyot léptünk előre az elmúlt fél évben, illetve hát az elmúlt egy évben, tehát ha megnézzük a tavalyi évet, ahhoz képest tényleg sokat változott. Hát még nem önálló, de sokat segít, akár az öltözésben próbál egyedül, tehát próbál enni, tehát segítséggel, de azért próbál enni. A mozgásában is van sok javulás. A beszédében is észrevehető, tehát egyre több ember mondja azt, hogy most már tisztában érti, amit mond, de mindent még nem, tehát azért kell tolmácsolni. Az örömet viszont nem kellett lefordítani, mert az messziről látszott, ami azért is fontos, mert nyáron egy kis visszaesés volt a lendületben, amit a digitális oktatás aztán mégis felrázott. A szülők szerint vannak nagyon biztató napok, amikor elképesztő lendülettel igyekszik legyőzni az ideiglenes korlátokat. De lelkileg nem könnyű túljutni egy ilyen élethelyzeten. Örömmel jöttünk Vikihez ismét és Ricsihez is. A Fidesz frakció úgy gondolta, hogy nem több helyre viszünk, hanem akiket végig segítettünk, tehát és anyagiakkal is, és tényleg figyelemmel kísértük. Ezért jövünk el most ismét így karácsony előtt, és örömmel látjuk és halljuk azért a fejlődést, az, hogy a segítségünk éppen mit, milyen javulást okozhatott, és ígérem, hogy a jövőben is figyelemmel fogjuk kísérni, és amit tudunk, akár anyagiakban, akár más is segíteni fogjuk a családokat. A családok minden támogatásnak örülnek, legyen az egy egyszerű meglepetés, anyagi hozzájárulás, mely megkönnyítheti a beteg gyermek életét, vagy ha okoznak egy derűs napot és egy kis élményt a küzdelmes hétköznapokban. Reméljük, hogy a 2021-es esztendőben ennél is több esetben tudunk beszámolni állapotjavulásról, adományok érkezéséről, vagy más reményteli eseményekről a két családdal kapcsolatban. Tegyenek róla, hogy így legyen, mert rajtuk nem fog múlni.